Április 19-én a Kistarcsai Vízi Sport és Rekreációs Klub által került megrendezésre a Pest és Komárom-Esztergom megyei akvatlon bajnokság, mely a kvalifikációs előfutama a MOP Sport 21 országos akvatlon döntőjének. A bajnokságban 6 korcsoport indult a legkisebbektől egészen az ifi versenyzőkig. 320 résztvevője van a versenynek a mai napon. Egész Pest megyéből érkeztek hozzánk a nagyobb egyesületek, például Veresegyházáról, Davasról, Vácról, két egyesület is. A legkisebbek, akik 2008-2009-ben születtek, ők 500 métert futnak, Kistarcsai parkot kerülik meg, és úgy érkeznek vissza ide az úszoda mögötti sportpályára. A nagyobbaknak egy kicsit kibővítettük a távot, ők 800 métert futnak, illetve így, ahogy öregszenek a versenyzők, így növekszik a táv is. A leghosszabb futótávunk az a mai napon 1600 méter, ezt két körben bonyolítjuk le. Az úszó távok is a korosztálynak megfelelően vannak kialakítva. A legkisebbek 25 métert úsznak, tehát egy hozt az úszodában, a leghosszabb úszótáv pedig a felnőtteknek 300 méter. 5 éve munkálkodunk már itt Kistarcsán, 2013-ban lett bejegyezve az egyesület, és gyakorlatilag nulláról építettük föl itt a bázist Kistarcsán. Elsősorban triatlonosokkal kezdtünk el foglalkozni, de mára már úszókkal, atlétákkal, illetve öttusásokkal is foglalkozunk. Nagyjából egy 200 főre nőtt már ez a bázis itt Kistarcsán, és most márciusban kezdtünk el terjeszkedni Gödöllő fele is, tehát már két várost is közre fogunk a munkánkkal. Ez a rendezvény a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik versenye, és Pest megyének a rendezési jogát pályáztuk meg, és meg is kaptuk, és egy pár napja derült ki, hogy Komárom-Esztergom megye nem tudja megrendezni a saját előválogatóját, ezért így most két megyét szervezünk, mind a kettőt mi rendezzük. Kik segítik a verseny lebonyolítását, és kik támogatják ezt a versenyt? A verseny lebonyolításában nagyon nagy segítségünkre vannak az egyesületünk színeiben versenyző gyerekek szülei. Több mint 30 fő szülő segítkezik, nem csak a mai napon, hanem már az előkészületekben is egész héten, illetve van, aki már egy hónapja is dolgozik a rajtlistán. Ezen kívül pedig a Korvi Mátyás gimnáziumból érkezett 12 tanuló, ők mint diákok segítenek itt a futópálya felügyeletében. A versenyt a Kistarcsai Önkormányzat támogatja, illetve a Decathlon csomör. Úszásban egyszerre két fő méri össze a tudását a 25 méteres medencében, majd az úszoda mögötti sportpályán indul a futás, ahol a három fiatalabb korosztály tömegrajttal, míg a nagyobbak egymás után handicap rendszerben indulnak, ami annyit tesz, hogy az úszásban elért eredmények határozzák meg a rajtsorrendjét. Az eredmények mi alapján születnek meg? Az eredmények az úszó és a futó idő összesítése után születnek meg, és megyénként fogunk hirdetni korosztályos eredményt fiúknak, illetve lányoknak. Ezen kívül pedig hirdetünk abszolút eredményt is, mivel a megyén kívüli versenyzők is szép számmal neveztek ma, és az ő eredményüket is szeretnénk majd értékelni. Az egyéni eredményeken kívül pedig csapat eredményt is fogunk hirdetni. Első, második, harmadik helyezés éremjutalomban részesül, negyedik, ötödik, hatodik helyezés pedig oklevélben, illetve a csapatok is oklevél díjazásban részesülnek. És az egyesület életében mi lesz a következő nagy rendezvény, ha lesz ilyen? A következő nagy rendezvényünk az június 28-án vasárnap lesz, ugyanitt Kistarcsán. Ez egy gyermekserdülő ranglista verseny, egy utánpótlás verseny, illetve egy Last Man Standing elnevezésű pénzdíjas kieséses verseny lesz majd.